A fehér elefánt. Horgas Béla mesejátéka. A cirkusz, virág, cirkusz, hő-ha-hó-ha, hé-ha, hopsza, brumsza, hő-ha, hopp! Szádat tátod, megcsodálod, fejed szédül, szemed bámul, térded reszked, hajad mered, mégis pukkaszt, majd felvet a hohota! Vár a cirkusz, a világ cirkusz, jöjj oda és szórakozz, nincs ennél ma szepparádi, ez a legjobb móka most! Hopsza, brumsza, hűha, hopp! Hupsza! Megjött a cirkusz. Ázsia, Afrika, tapsol az ember, fia, lánya. Oroszlánok ugranak égő karikába. Táncol a kötélen egy napernyős tündér. Pompázik a fényben egy csillogó mundér. Ajda az elefánt, fújja roppant trombitán. Az a trombita, vita, vita, akkora, akkora, sárga, de sárga, de rész. Cirkuszosnak a legjobb a világon. Hé, te fiú. Én? Te, fiaskám, te. Halljam, tudod-e, hogy mennyi kettő meg kettő? Négy? Remek. Pompás fickónak látszol annyi szent. Bejártam Rómát, Berlin, Tókiót és Madagaszkárt, de nem láttam ilyen belevaló gyereket. Igazán? Igazán, sőt, valóban, Kaukázus hegyei közt, a hóban, fején süveg, lábán csizma, ott volt csak egy ilyen miska. Én Mihály vagyok. Inkább Michel, barátom. Mihálynével hogy akarnál följutni a porondra? Itt a cirkusz, világ cirkusz, tudtam én, hogy híres leszek egyszerre. Tudtam én. Mit motyogszik magadban? Tetszik a cirkusz, mi? Meghiszem azt. Mióta főnök vagyok, ezen az állomáson még nem járt ilyen nevezetes társaság. Hát még ha kirakodnak, ha kipakolják az egész vonatot, és fölverik a libegő, lebegő sátrakat, remélem, sok sátorra lesz szükségük. Minden sátorért egy arany helypénzt fizetnek nekem, a vagonokért pedig ötöt. Micsoda üzlet, Miska? Én Michel vagyok. Leszek. A bűvés segédje. Mi a pötty? Ezt álmodtad? Ezt a cirkuszos mondta. A kiáltozó. Nem kiáltozó, te tökfej, hanem igazgató. Idomár és igazgató. Övé a világ cirkusz. Annál jobb. Ő legalább tudja. A bűvés segédje leszek. Mi a pötty? Te aztán megcsináltad a szerencsédet. És mennyit fizetnek? Fizetnek? Mit? Hát pénzt, gyermekem, pénzt! Lóvéd, dohányt, manit! Nem hallottál még ilyesmiről? Hallottam, de ezek engem egyáltalán nem érdekelnek. Na. Csacska, gyermek, miket beszélsz? Tudod te mennyi kettő meg kettő? Ezt kérdezte az idomár is. Ezt mindenki tudja, négy. Na látod, szerencse gyermeke. Hát, hogy kettő meg kettő négy, úgy a pénz meg pénz minden. Inkább semmi. Minden, ha mondom. Okosság, szépség, jóság, bátorság, boldogság, vagyis siker, győzelem. Én híres akarok lenni, mint Alpakka, az indián főnök. Ki az az Alpakka? És mi az, hogy főnök? Én vagyok itt a főnök. És mit keres itt, ha szabad kérdeznem, egy indián? Eddig erre csak cigányok csavarogtak, most már indiánok is vannak, és biztosan potyáznak a vonataimon. Fogadok, hogy ez az Alpakka még egyszer sem váltott jegyet. Dehogy. Alpakka nagy hős, és különben sem jár vonaton. Mi az ördögön jár? Mikor mi kell? Kenu, ló. Kenu, ló? Mi a pötty? Ma, amikor az én vonataim már eljutnak a világ minden tájára, amikor a világcirkusz is az én sínjeimen utazik. Ő akkor se. Megy a maga útján. Jellemző. Na mindegy. Én csak annyit mondok. Vigyázz ezzel az alpakkával. Nem élünk már az őserdőben. Vigyázz, Miska! Különösen akkor vigyázz, ha belépsz a világcirkuszba. Hogy ne lépnék? Erre várok már mióta. Most majd megmutatom, hogy ki vagyok én. Hát csak rajta.
Az idomár szereti a törekvő fiúkat. Majd szólok az érdekedben pár szót. Köszönöm, főnök. Michel, Nolám, megakadt rajtad az idomár szeme. Helyes. Az idomárnak jó szeme van, és övé a cirkusz. Te pedig csak ugyan ügyes vagy, azt már láttam. Ügyes és tanulékony. Vagy tévedek, Michel? Nem, nem tévedsz, bűvész. Én mindent meg akarok tanulni. Lassacskán, Michel, csak lassan, lassan. Ne siess annyira, mert odaérsz. Oda? Hova? Sehova. Értem. Nem érted. Légy ügyetlen ügyes. Érted? Ha van ügyed, tapadsz. Fontos lesz neked. Az ügy leköt, betölt, kitölti egész lényedet. És elszalasztod a lényeget. Mi volt ez? A szellem. Hahotázik a szellem. Ő is föllép a műsorban? Állandóan műsoron van, Michel. Sajnos vele számolni kell. Igazi szellem? Igazi. Ravasz és kegyetlen. Te nem félsz tőle, ugye? Egy bűvésznek mit árthat? Amit csak akar. De én nem félek tőle. Talán nem. Ha árt, hát árt. Vén vagyok már, Michel, ismerem a cirkusz minden zegét, zugát. A mesterségem sok mindenre megtanított. Átlátok a szitán. Miféle szitán? Amelyiken a molnár szitál malmában, füstölögve magában. Ez is a szellem volt? Ez is. De ezek csak hangpróbák, ne félj. Tanuld meg, olyan ez a szellem, mint a mérges kutya. Ha ugat, nem harap. Örvendek, kedves barátom, mélyen tisztelt idomár úr! Az állomás mögötti füves térségen a margarétás dombon annyi sátrat verhettek föl, amennyit csak akartok, a forrás vízért pedig... Nos, a vízért nem számítok semmit, ingyen van nekem is. Pedig az lenne csak a jó üzlet, ha a forrás vizet, a füvet és a levegőt is eladnád. Sor kerülhet még arra is, bizony, bizony. A tréfák, barátom, manapság valóra válnak, ha van bennük egy kis fantázia, már úgy értem, üzlet lehetőség. Vagyis pénz. Úgy, úgy, pénzecske. Figyelj, főnök! Ajánlok neked egy üzletet. Jó pénzeskét kereshetsz vele. Akkor miért ajánlod nekem? Miért nem tartod meg magadnak? Mert engem a pénz nem érdekel. Mi a pötty? Ezt ma már hallottam valakitől. Kitől? Miskától, vagyis Micheltől, akit a bűvész mellé fogadtál. Ez érdekes, nagyon érdekes. Tetszik nekem ez a fiú. Michel? Michel? Itt vagyok. De nem kell valamit? Igen. Elhatároztam, hogy a ma esti előadáson bemutatlak másodbűvésznek. Igazán? Jaj, de jó! Bűvészköpenyem is lesz. Még varázspálcád is. De erről majd később beszélünk. Most ülj le, hallgass és figyelj. Azt akarom, hogy megtanulj egyet és mást. Én szeretnék mindent megtanulni. Bravo! Na, mit mondtam? Ha valakit én ajánlok, arra számíthatsz. Az én ajánlatom mindig prima ajánlat. Prima. Sőt, primissima. Helyes. Remélem a bizalom kölcsönös közöttünk, mert én is ajánlok most valakit. Neked. Nem kell nekem senki. Egy nőt ajánlok. Csak nem képzeled, hogy megházasodom. Nem mondtam, hogy vedd el feleségül,
Ültesd a pénztáradba, bízd rá a jegyeket. Ha nem kétszereződik meg vonataidon a forgalom, 100 aranyat fizetek minden este. Mi a pötty? Tündért ajánlasz. Olyas félét. Nálam kötéltáncos, de van benne valami tündérszerű. És akkor miért ajándékozod el? Nem ajándékozom. Eladom. Egy aranyért. Meg akarok szabadulni tőle. Zavart kelt a cirkuszomban. És miért kelt zavart? Mert nem idomítható. Mert táncosnőnek túl jó. Primadonna, érted? És ha nekem sem kell? De kell. Én tudom, hogy kell. Szükséged van rá. Nekem? Igen, igen. És ha nem akarom? Mondom, hogy szükséged van rá. Szeretnéd megtartani az állomásodat, a vonataidat. Nem értem, mi köze a kettőnek egymáshoz? A primadonna a tied, a vasút az enyém. Jaj nekem. Mi volt ez? Oroszlán? Nem oroszlán. Tigris? Hiéna? Nem tigris, és nem hiéna. Kérlek, ne idegesíts, valami ritka szörnyeteg? Nem ritka. Egy szellem. Szellem? A cirkuszban? Igen. Mit tegyek? És tudod, mi a legfurcsább? Ez a kísérteties szellem gondolatolvasó. Ha valami nem úgy történik, ahogy én szeretném, tör, zúz, robbant, gyújtogat. Félelmetes, hogy miket művel. Ha a legapróbb kívánságom nem teljesül, ez a szellem olyan haragra gerjed, hogy én magam is megijedek. Igazán sajnálom, hogy nincs szükséged pénztáros nőre. Ki mondta, hogy nincs? Nagyon is jó jönne nekem egy gyönyörűséges pénztárosnő, aki becsábíthatná az utasokat. Na látod, gondoltam. Megkapod egy aranyért. Az esti előadás után a tiéd. Írj egy adásvételi szerződést. Legyen szerencsém. Aki belátó és nem ragaszkodik görcsösen a saját ötleteihez, azt a szerencse is előbb megtalálja. Nem gondolod? De hogy nem. Teljesen egyetértek veled. A lehető legteljesebb mértékben egyeznek nézeteink. Remek. Ennek szívből örülök. Te meg ki vagy, mi vagy, hogy vagy? Hogy? Vagy? Nos? Mit keresel itt? Keresel egyáltalán valamit, vagy csak úgy nézelőd? Csak sétikálsz, ugye betévedtél a világcirkuszba, és most nem találsz ki, igaz? Nos? Miért hallgatsz? Miért nem válaszolsz? Nos? Mert nem enged szóhoz jutni. Úgy pörög a nyelved, mint a motolla. Vicces fickó vagy, úgy látom? Ha úgy látod, rosszul látod. Tegyél föl szemüveget, kis barátom, hogy észrevedd. Szürke vagyok a bútól és gyötör a bánat. Magam vagyok a két lábon járó keserű búbánat. Nézd ezt az arcot. Homlokomon a felhőt, szám körül a sírást. Amint bujkál, de helyét meg nem leli. Nézd a szemeimet, könnyek ülnek ott, könnyek. Én úgy látom, hogy inkább vidám az arcod, és nevetés rá a szád szemed. Nevetni, sírni nálam egyre megy. Amit látsz, annak ne higgy, gondolj kicsit előre, mindig az ellenkezőre, feketében a fehérre, napsütésben az éjszakára, kiáltásban a csend szavára. És akkor, ha így teszek, akkor mit nyerek? Te nyerni akarsz. Nem is veszteni. Hírnevet akarok szerezni, fényes dicsőséget, csodás mutatványokat szeretnék megtanulni és kitalálni. Bűvész akarok lenni. A világcirkusz nagy bűvésze. Értem már, értem. Te vagy az az ügyes fiú, akit az idomár behálózott, ugye? Engem nem hálózott be senki. Magamtól jöttem. Ki vagy te, hogy így beszélsz? Én Borisz vagyok, a bohóc. A világcirkusz bohóca és a bűvész barátja. De ne törődj velem. Tudod, én bolondos bohóc vagyok, édes és keserű. Nekem semmi sem egyszerű. Én minden dolognak mindkét végét látom. A nevetésem, a sírásom. Ravasz bohóc vagy te, Borisz, annyi szent. Hol a krumpli orrod? És az óriás cipőd? Meg a piros hajad. Az én hajam kék, és cipőm egyáltalán nincs. Én mezítlábas bohóc vagyok.
Na és a krumpli orr? Itt van a szám felett. Fogd meg, krumplival van és csönget. Nem hallom. A csengő csak akkor szól, ha megnyomod. Csönget, ha megnyomom. Egyszer nyomod, csönget. Kétszer nyomod, dudál. Háromszor, hegedül. Lehetetlen. Próbáld ki. Itt most? Csak is. Akkor nyomom. Vigyázz! Na hát! Dudál, mint egy trabant. Most már háromszor nyomom meg. Gyönyörű. Reggel, ha friss vagyok, üde, erős és derűs, akkor az orrom képes eljátszani egy egész hegedű versenyt. Igazán? Igazán. Főleg Mozart hegedű versenyt. Jaj, azt nagyon tudja. Boris, te vagy a legcsodálatosabb bohóc, akivel valaha is találkoztam. Jaj. Mi volt ez? Ordít a szellem. Sajnos, ha ezt hallja a fülem, előfordul, hogy az orrom még csöngetni se képes. Legfeljebb annyit mond csak, hogy csütörtök. Vigyázz, Michel, a bohócra ne hallgass. Egyetlen szabát se hidd. Hegedült az orra. Megnyomtam háromszor, és hegedült. Nekem mondod. Én aztán tudom. Esténként egész hegedű versenyt is képes eljátszani. Mozartot? Azt szereti. De miért este? Nekem azt mondta reggel. Nekem este játszott. Ha megnyomtad háromszor az orrát? Igen, és tudod, mi lett a vége. Addig nyomogattam az orrát, addig hallgattam a hegedű szót. Egyszer csak azt vettem észre, hogy beleszerettem, hogy Fülig szerelmes vagyok bele. Fülig? Képzeld. Az orrába? Dehogy az egész Boris bohócba. És most feleségül akarsz menni hozzá? Igen. Igen! De az idomár nem akarja. Egyszerűen nem engedi. Én azonban fütyülök az idomárra. Az én bohócomtól akkor sem választ el, ha 100 szellemet költöztet a cirkuszába. Te nem félsz a szellemtől? Én nem. És Boris sem? Ő sem. Michel! Hívnak, mennem kell. Menj csak. Michel! Igen, itt vagyok. Nézd, Michel. A köpeny, a kalap és a bűvészpálca. Hű, micsoda köpeny. Csillagos köpeny. A hold is rajta van. Ez csak a kezdet, Michel. Ennyi igazán kijár egy másodbűvésznek. Ha most menj, készülj az esti előadásra, és ismerkedj a cirkusszal. Barátkozz, tartsd nyitva a füled, aztán majd elmeséled. Elmesélem? Én? De hiszen én csak egy gyerek vagyok. Éppen azért. Előtted nem titkolózik senki. Te még az állatok nyelvét is megérted, ha erősen figyelsz. És nekem tudnom kell, hogy kiben mi lakik. Érted? Nem tudod? Tudom, most még tudom, de bármikor történhet valami. Vigyáznom kell a cirkusz nagyságára. Segítesz nekem, Michel? Ha tudok, segítek. De szabad kérdeznem valamit? Kérdezz bátran. Akkor azt kérdezem tőled, hogy mi lesz velem, ha találkozom a szellemmel? Nem találkozol vele. És ha mégis? Félsz tőle? Mindenki fél, vagyis... Vagyis? A bűvész azt mondja, hogy a szellem azt csinál, amit akar. Helyes. A bűvész jól tudja. De én téged megvédelek a szellemtől. Neked nem kell félni. Te az én megbízottam leszel. Nem másod bűvész? Ez is, meg az is. Hogyan lesz? Az a kettőnk titka. De neked nem kell félni a szellemtől. Biztos? Ha én mondom, ez a cirkusz az én cirkuszom. A szellem is az enyém. Kérdezz csak meg a bűvésztől. Azt mondtad, ne kérdezzek senkitől semmit. Csak ugyan, okos fiú vagy, Michel. Egyre jobban tetszel nekem. Tudod mit? Visszavonom a tilalmat. Sőt, megbízlak, titkos megbízottam, hogy kérdezősködj. Menj, kérdezz, Michel. Menj, kérdezz.
Na, Miska, hogy tetszik a cirkusz, jó, mi? És az idomár igazgató, észrevetted, hogy lángolnak a szemei? Én ugyan nem. Hű, milyen melegem lett, amikor rám nézett azokkal a nagy golyó szemeivel. Mi a pötty, főnök, most aztán véged van, ezt mondtam magamban. És? Mi az, hogy és? Ott voltál, láttál és hallottál mindent. Én csak azt hallottam, hogy mindenben egyetértesz az idomárral. Hallottad a szellemet, nem? És különben is. Tudod, hogy nem bolondság egy jó kis pénztáros nő? Képzel csak el, pénztáros nőm lesz. Ott ül az üvegfalú fülkében, sárga haja lesz, piros pulóvere, fekete szoknyája, ezüst csizmája, ezüstös körmei, kék szemhéja, csilingelő hangja, mézes mosolya, és adja a jegyeket, és besöpri a pénzeket. Be, nekem. Na, jó, látom, ez nem érdekel. Szép a köpenyed. Majd tapsolok neked estére. Most megyek az idomárhoz, hozom az adásvételi szerződést. Michel! Jössz velem Aidához? Az meg kicsoda? Aida, ő az én legjobb barátom. Egy elefánt. Egy fehér elefánt. Fódolatom, szép hölgy. Jól hallom, elefánt szelídítő lennél? Jól hallod, és mégis rosszul. Aidát nekem nem kell szelídíteni. Ő a barátom és a társam az egyik mutatványban. Tehát mutatványos vagy? Mi itt valamennyien mutatványosok vagyunk. Én Aidával lépek fel, és Borisszal, a bohóccal. Kötélen táncolok. Ó! Na né! Mi a pötty? Szóval te vagy az, de hisz ez pompás, pompázatos. Na, csak menjetek Aidához, addig én egy papírszeletkét viszek az idomár igazgatónak. Egy kis szerződés. Micsoda ellenszenves alak. Gyere, Michel. Te, várjál csak. Mi is a te neved? Mit is mondtál? Azt hiszem, semmit sem mondtam még. Tilla a nevem. Tilla a kötéltáncos. Szép neved van. Tilla, mondok neked valamit erről a főnökről. Ne fáradj, gyere, menjünk Aidához. Jó, menjünk. De nekem akkor is kell valamit mondanom erről az emberről. Elmondod később. Ha ugyan látjuk még egymást. Ezt hogy érted? Tudsz titkot tartani? Titkot? Mm-hmm. Nos, szóval nem is tudom. Na? Azt hiszem, ha titkod van, az maradjon titok. Már is úgy beszélsz, mintha évek óta együtt dolgoznál a bűvésszel. És nem csak a fogásait lested volna el, hanem az észjárását is. Nem, én ezt teljesen magamtól mondtam. Mindegy. Én akkor is beavatlak a titkomba, mert azt akarom, hogy tudja valaki az igazságot, ha elmentünk. Elmentek? Igen. Boris és én ma este, ha befejeztük a számot, felülünk Aida hátára, és hip-hop a szélzsemér nyomunkba. Elmegyünk. Megszökünk. Elég volt ebből a cirkuszból. Ti elmentek a világ cirkuszból? Elbizony. És összeházasodunk. És nyitunk egy külön cirkuszt. Egy kétszemélyest. Ez lesz a világ legkisebb cirkusza. De ez aztán csak a miénk lesz. Képzeld, egy cirkusz idomár és szellem nélkül. Hello! Ez is a szellem? Nem, ez az idomár. Készül az esti műsorra, ostorozza a kutyákat. De hiszen ez kegyetlenség. Ő idomításnak nevezi. De láthatsz itt még különbeket is. Szegény kutyák. Megérkeztünk. Ő az, Aida, a fehér elefánt. Tudok egy történetet. Abban a királylányt hívják Aidának. Lehet, hogy ő is egy uralkodó pár gyermeke. Láthatod, milyen hatalmas. Talán az elefánt királylánya. Ki tudja. A háború elpusztította az egész családját. Még kicsi elefánt volt, amikor hozzánk került. De hiszen most nincsen háború. Ahol ő lakott, ott volt. És van is. Háború mindig van, Michel. Most is? Most is. Tilla! Tilla! Már mindenütt kerestelek. Itt vagyok, Michelnek mesélem Aida történetét, meg a miénket is.
Azt akarom, hogy tudja valaki, miért hagytuk el a cirkuszt. De miért éppen én tudjam? Miért én? Miért? Hogy képzeled, hogy másnak elmondanánk? A szökés veszélyes. Nem bízhatunk senkiben. A bűvészben sem? Azt mondtad, a barátod? A barátom, de nem akar már harcolni. Miért nehezítsem a szívét? De te... Én? Te még most tanulod a cirkuszt. A bűvész azt mondta, tehetséged van, még sokra viheted. Tudnod kell hát, hogy hol vagy, mi történik körülötted. Tudnod kell, hogy mit gondoltak a szökevények. Sokra vihetem? Ezt mondta a bűvész. Igen. Hogy tetszik a köpenyem? Nézzétek, csillagok vannak rajta. És a hold. Gyönyörű. Ha Boris orra nem zenélne olyan szívhez szólóan, bizonyára beléd lennék szerelmes, Michel. Akarjátok, hogy én is elmondjam egyik titkomat? Cserébe. Ha ránk mered bízni. Ha nem bánod, hogy elvisszük magunkkal az elefánt hátán? Van nekem egy barátom. Egy indián. Hatalmas, erős, ügyes. De teljesen egyedül van. Mert a törzséből már senki sem él. Nem Winnetou-nak hívják? Nem. Winnetou egy regényben él, de az én indiánom a valóságban is. Úgy hívják, hogy Alpakka. Jó neve van. Remek fickó lehet. Ez a titkod? Ez. Vagyis inkább az, hogy Alpakka én vagyok. Gondoltam. Ki más lenne? Megőrizzük a titkodat, Michel. Akartok tudni egy... ennél is nagyobb titkot. Akartok? Beszélj! Ezt az Alpakka nevet én találtam ki. Egyszer láttam valakit, valami csodaszép ruhában. Egy szép lányjal. Szebb volt, mint Tilla? Nem, Tillánál nem volt szebb, de nagyon szép volt. És azt mondta, hogy a fiú ruhája Alpakka. És akkor elhatároztam, hogy egyszer nekem is lesz Alpakka ruhám. És aztán annyit gondoltam erre, hogy elneveztem magamat Alpakkának. Ez úgy hangzik, mint egy indián név, igaz? És mindenkinek azt mondtam, hogy van egy barátom, egy indián, akit úgy hívnak, hogy Alpakka. De én voltam az. Hát, ez a titkom. Jól van, Michel. Most már ismerjük egymás titkát, és ha el is válunk, barátok maradunk. Összeköt bennünket Alpakka. És a fehér elefánt. Megvan a pénztárosnő, itt a szerződés, aláírta az idomár. Na, mit szólsz hozzá, Miska? Nem vagyok Miska. Nekem akkor is Miska leszel, ha körülötted forog az egész világ cirkusz. Ha nem, ide figyelj. Tudod-e, hogy hívják a pénztárosnőmet? Tilla. Én persze majd így szólítom, Tillácska. Kalitkában madárka. Nem hiszem. Mi a pötty? Még hogy nem hiszed? Hát ne hidd. Majd ha látod, akkor hiszed. Tudod mit? Lehet, hogy annyit keresek ezen a prima üzleten, hogy új vasutakat építek. Új sinek, új kocsik, új vonalak. Prima, primissima. Én nem ülök fel a te vonatodra. Te, meg az indián barátod, mi? Ezt már hallottam. Hát csak vigyázz, mert akármilyen nagy bűvész is leszel, a vonatjaimat nem tudod nélkülözni, mert az én sínjeim behálózzák az egész világot, még a holdra is eljutnak majd a vonatjaim. Tillácskának pedig ne szólj a vásárról, mert az idomár azt akarja, hogy meglepetés legyen. Meglepetés? Az lesz, számíthatsz rá. Akkor jó, megyek. Az előadásod találkozunk. Legyen szerencsém. Mihez kell neked a szerencse, Michel? Sok mindenhez, bűvész. Tudod, az az igazság, hogy baj van. Ugyan? Mit tudod te, hogy mi a baj? Tudom. Az a baj, hogy tudom. Többet tudok, mint kellene. És most nem tudom, hogy mit csináljak vele. Hűha! Ez aztán komolyan hangzik. Igen. Tilla is mondta, hogy úgy beszélek, mintha már évek óta dolgoznék veled. Mondd, bűvész, te miért nem akarsz harcolni? Ezt honnan veszed? Ezt Boristól. Miért nem akarsz harcolni? Mert nincs értelme. Ez a cirkusz olyan, amilyen. És ezen én nem tudok változtatni. Öreg vagyok,
és gyáva. De hiszen a szellemtől se félsz. Félek. Mellesleg, Michel, jobb félni, mint megijedni. Tudom, és ki korán kell aranyat lel, és addig nyújtozzam, eddig a takaród ér. Igen, igen, a közmondások bölcsessége meg szívlelendő. Az én bajomra azonban egyik se jó. Tudod, azt hiszem, hogy nekem valami különleges trükkre lenne szükségem. Segítenél? Beszélj, Michel. Sajnos azt nem lehet. Vagyis ez az én bajom éppen. Nem tudom, hogy beszéljek-e. Nekem beszélhetsz, másnak soha. A fecsegés ostoba szokás, és erre is van közmondás. Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Bölcs? Én nem akarok bölcs lenni. Szerepelni akarok a csillagos köpenyemben, varázsolni a pálcámmal, állni a porondon. Vannak itt színes lámpák is? Hogy ne lennének? Piros, kék, sárga? Amit csak akarsz, ha az idomár is úgy akarja. Ez is az idomártól függ? Itt minden tőle függ, Michel. Engem szeret az idomár. Számít rád. Te is azt mondtad, hogy sokra vihetem még. Így igaz. Ha az idomár nem hív meg a világcirkuszba, akkor nem lesz belőlem semmi és senki. Senki? Mindenki valaki, Michel. Úgy értem, hogy a cirkusz nélkül az maradtam volna, aki eddig voltam. Lehet. Hálásnak kell lennem. A hűség és a hála szép dolog, Michel. De miért mondod, hogy kell? És miért beszélsz róla? Bölcs leszek. Készülődjünk. Kezdődik az előadás. Michel? Igen, itt vagyok, jövök. Mi újság, titkos megbízottam? Nyugalom van mindenütt? A szellem állandóan ordítozik. Tudom, Michel, nem baj. Volt itt egy kis zavar, de most már minden rendben lesz. Eladtam Tillát. Amikor lelép a porondról, ott várják a főnök emberei egy üveg kalitkával. Aranyszőkére festik a fekete haját, ezüst csizmát kap és piros pulóvert. Csupa csiricsári holmit. Pénztáros nő lesz Tillácska. A bohócot pedig takarítónak küldöm, porondsöprögetőnek. Majd adok én nekik házasságot. Rend lesz a cirkuszban, Michel. Mennem kell. Vár a bűvész. Sikered lesz, Michel. Ma este elindulsz a világhír felé. Megpróbálom. Hova, hova, Michel? Meglátogatom Aidát. Viszek neki perecet. Ne maradj sokáig. A kártyatrükköt még elpróbáljuk egyszer. Sietek! Itt vagyok, Aida. Eljöttem hozzád. Alpakka vagyok, az indián. Bűvész és indián. Jó a köpenyem, ugye? Hoztam neked perecet. Finom sós perec. Egyél. Adhatnál valami jó ötletet, Aida. Tilla azt mondja, hogy te vagy az elefánt király lánya. Igaz ez? Akár te vagy, akár nem te vagy az elefánt király lány, megmondom neked, hogy bajban vagyok. Nagy bajban vagyok, Aida. Az idomárnak hálával tartozom. Annyi jót tett velem. És szeretnék híres bűvész lenni a világcirkuszban. Szeretnék ott állni a porondon, a színes lámpák fényében. És nyulat meg galambot varázsolni a cilinderemből. Ez az egyik. A másik meg az, hogy szeretném, ha a bohóc és a kötéltáncos nő férjül és feleségül vehetné egymást. Mit csináljak, Aida? Mit csináljak? Most már nem elég hallgatni, mert akkor elfogják Tillát. Ez a helyzet, Aida. Ha figyelmeztetem Tillát, akkor vége az esnek. És az idó már tudni fogja, hogy csak én árulhattam el. Nem akarok áruló lenni, Aida. Az idomárt sem akarom elárulni.
nem leszel áruló alpakka. Te tudsz beszélni? Miért ne tudnék? Azért, mert senki sem ért meg, én mit tudhatok beszélni? De hát, de hiszen én megértelek. Te igen, alpakka, mert te gyerek vagy, és jó vagy, és van képzelő erőd. Bajban vagyok, Aida. Tudom, de amíg engem értesz, addig nem olyan nagy a baj, és ha rám hallgatsz, minden jóra fordul. Nem kell árulónak lennem? Nem, alpakka. Te nem árulod el az idomárt, mert nem is szövetkezel vele. A gonoszszal ne szövetkezz, figyelmeztes Csillát. És mit tegyek aztán? Add vissza a köpenyt, a kalapot és a pálcát. Vissza? Azt, ami már az enyém, adjam vissza. Igen, vissza. És mindent? Mindent vissza? Mindent. A csillagos köpenyt is? Azt is. Mondj le róla. Mondjak le a bűvészpályáról? Mondj le az idomár barátságáról. És mit mondjak? Mondj nemet. Mondd azt, hogy nem. És aztán? Mi lesz azután? Jóra fordul minden. De biztos, Aida? Egészen biztos? Nem tudom. Ezt már nem tudom, alpakka. Nem. Michel! Hol vagy már? Mondtam, hogy próbálunk kell még. Nem próbálok, bűvész. Nem. Nem és nem. Engedj! Rohanok Tillához. Mi történt? Ne kérdezz, megtudsz majd mindent. Egyet mondhatok, a ma esti előadás elmarad. Tilla! Hol vagy, Tilla? Tilla! Itt vagyok, Michel, miért kiabálsz? Tilla, azonnal indulj. Az idomár eladott a főnöknek egy aranyért. Üvegkalitkával várnak a poron mögött. Pénztáros nőnek adott el az idomár. Ez igaz? Honnan tudod? Ne kérdezz, menekülj! Boris! Boris! Beszélni akarok veled, idomár. Na mi az? Megtudtál valamit? Igen? Ki vele? Itt a köpeny. Tessék. A kalap és a pálca. Nem kell. Ne haragudj, de nem. Elment az eszed? Nem akarsz hírneves bűvész lenni? Visszautasítod a világcirkusz ajánlatát? Vissza. Ez valami új. Valami más. Nézz a szemembe. Nem nézek. A szemembe nézel, kölyök. Nézni nézhetek, de a megbízottad nem leszek. Tehát innen fúj a szél. Valaki teletömte a fejedet ostobasággal. A bűvész... Idomár! Idomár! Jaj, Idomár! Mit vaszakolsz itt? Nem látod, nem hallod? Mi történt? A pénztáros nőm, az aranymadaram megszökött a bohócával és az elefántjával. Furcsa mai előadásnak, furcsa az üzletnek, furcsa! Megszöktek? Na majd elsípjük őket. Ez lesz a mai előadás. A kutyákat, az ostoromat, szellem! Jelen. Egy kölyök tette tönkre az üzletedet, főnök. Egy kölyök miatt marad el az előadás. Egy ostoba kölyök, akit elég okosnak láttam a tehetségéhez, de nem használta az eszét. Most majd fizetni fog. Fizetni? Ez nincsenek egy vasa sem. A bőrével fizet. Beengedem hozzá a szellemet. Mi pedig, főnök, siessünk a szökevények után. Nem juthattak messzire. Elkapjuk őket. Reszkedsz, vacak fickó, mi? Vacog a fogad, borzad a hajad, és hideg futkos a hátadon, mi? Nem futkos, nem. Nem félek tőled. De mennyire, hogy félsz? Tudod, ki vagyok én? A végrehajtó. Nem, akkor sem. Nem. Nem, nem. Hiába sápítozol, fickó. Azt hiszed, nekem számít a nem, vagy az igen? Teszem, amit kell.
Ne! Hiába nem getsz, én akkor is itt vagyok. Mit akarsz? Amit nekem parancsolnak, én azt megteszem. Mit akarsz? Tapottat sem mozdulok mellőled. És? Mi az, hogy és? Semmi és. Itt vagyok, hiába nyekereksz, így szól a parancs. Itt vagy? Itt? Igen, és itt. Pontosan itt, melletted. Itt vagy? És mit csinálsz? Hát azt csinálom, hogy itt vagyok. Végrehajtom a parancsot. És te szellem, mondd csak, te minden parancsot végrehajtasz? Nincs olyan parancs, amit ne tudnék végrehajtani. Értem. De hiszen akkor... Te szellem, hiszen te akkor... Te már végre is hajtottad az idomár parancsát. Itt voltál velem. Amíg másik parancsot nem kapok, addig itt is maradok veled. Ne is próbálj megszabadulni tőlem, mert lehetetlen. Dehogy próbálok. Látom, beszélgetni azért lehet veled. Te szellem, figyelj csak ide jól, és válaszolj. Ahogy parancsolod. Mit mondtál? Nem értem. Azt mondtam, hogy válaszolok. Teljesítem a parancsot. Teljesíted? De hiszen ez hihetetlen. Te bárkinek engedelmeskedsz? Aki parancsol, annak engedelmeskedem. Nekem is engedelmeskedsz? Válaszolj! Neked is. Óriási. De hiszen ez óriási. Akkor minden jóra fordulhat. Az idomító csak azt parancsolta a szellemnek, hogy legyen mellettem. Jöhet az új parancs. Figyelj, szellem! No, várj csak. Megparancsolom, hogy ettől a pillanattól csak nekem engedelmeskedj. És azonnal kelj útra. Keresd meg az idomárt és a főnököt, akik Tilla és Boris elfogására indultak. Az egész társaságot hozd elém, de Tilláékat a jobb tenyereden, dédelgetve, az idomárt és a főnököt a bal hónod alatt, megkötözve. Indulj, szellem! Kutyaugatást hallok, Tilla! Nem érünk olyan messzire, mint terveztük. Az idomár utolér bennünket. Ajda velünk van. A szellem ellen Ajda sem tehet semmit. Ha nem lépjük át a bűvös kört, hiába minden. Kutyákkal jönnek. Ez nem a szellem. Védekezni fogunk. Közelednek. Kutyák és csaklósok puskákkal bekerítenek. Állj! Meg vagy, galambom. Hová vártatsz a táltos paripádon? Csönd! Kutyák, nyughassatok! Beszéljünk előbb a fejükkel. Mit teket óriázol? Beszéljenek a puskák? Csak a pénztáros nőt fogjuk el élve. Hallgass, főnök, hallgass, ne ásd magad a dolgaimba. Tillácska az enyém, megvettem. Ha egy is a közelbe jön, megismerkedik Ajda ormányával. Ajda, mutasd meg nekik. Rettenetes. Láttad, mekkora fát tört derékba? Mire vársz? Csönd! Ha visszajössz, Tilla, önszántadból, és bocsánatot kérsz, visszavesztek a cirkuszba. Soha. A bohócot is visszaveszem. Nem. Ez az utolsó szavatok? Itt vannak, megvannak, hopp, ezeket a tenyeremre, hopp. A szellem, Tilla, végünk van. Ezeket meg a balhónom alá, hopp. Megbalondultál, mi csinálsz, te átkozott? Engedelmeskedem a fiúnak. Végrehajtom a fiú parancsát. Boris, nézd! Nem bánt bennünket. Nem bánt. A tenyerére ve. Segítség! Meg vagyok kötözve! Segítség! Megmenekültünk, Tilla. Ez jó szellem, Tilla. Jó, 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 jó. Látod, bűvész, jóra fordult minden. Érdemes volt harcolni. Szerencséd volt, Michel. Okos volt és bátor. Fölismerte, hogy a szellem se nem jó, se nem rossz, hanem olyan, amilyen parancsot kap éppen. Okos volt, de a szíve is súgott neki, igaz, Michel? Megmondom nektek az igazságot. Nagyon féltem.
És nagyon fájt, hogy vissza kellett adnom a csillagos köpenyt, a kalapot és a bűvészpálcát. Kellett? Ezt nem értem. Mondom, hogy a szíve súgta neki. A fehér elefánt súgta meg, hogy mit kell tennem. Azt mondta, alpakka, a gonoszszal ne szövetkezz. Mondj nemet. Óriási. Hallottátok, hogy a fehér elefánt súgta meg neki? Michel, te igazán nagy tehetség vagy, de nem csak bűvésznek, hanem tréfa mesternek is. De én nem tréfálok. Barátaim, mit szólnátok, ha megválasztanánk Michelt igazgatónak? Én a cirkusz igazgató. Remélem, alpakka, te mindig jó parancsokat osztogatsz majd a szellemnek. Majd segítesz, Boris. Megkérdezünk mindenkit, jó? Megpróbáljuk, alpakka. Michel, vagyis Mihály, vagy alpakka, hogyan szólítsalak? Ahogyan akarsz, Tilla. Figyelj rám, te nagy indián, te szellemhódító, cirkuszigazgató, figyelsz? Figyelek. Én tudom, hogy te megérted Aida beszédét. Nem nevetsz ki? Te ezt nem tartott tréfának? Nem. Nincs ebben semmi meglepő. Ez egyszerűen így van. Te ezt honnan tudod? Te tündér vagy? Talán onnan tudom, hogy én jól ismerem Aidát. Talán onnan, hogy sokat hallgattam, hogyan hegedül Boris orra. Vagy onnan, hogy elhatároztam, ha egyszer fiam születik, ő is Mihály lesz. De ez maradjon kettőnk titka, jó? Kettőnké? Hármunké. Borisnak azért megmondom. És a többiek? Megtudják majd ők is. Majd. Majd? Mikor? Majd, ha megszületik. A fehér elefánt. Orgas Béla mesejátéka hangzott el. A szereplők voltak. Mihály Kaszás Gergő, Idomár Szabó Sándor, főnök Márkus László, Boris Székhelyi József, Tilla Császár Angéla, öreg bűvész Kállai Ferenc, Aida a fehér elefánt, Jobba Gabi. A felvételt Kádár László és Várkonyi Benedek készítette. A rendező munkatársai Sárospataki Zsuzsanna és Szebényi Cecília. Zenei munkatárs Horkai Rózsa, dramaturg Molnár Magda, rendezte Siklós Olga.